sziasztok srácok! Mai nap az Alpha City-re fogunk elmenni, és megint visszük magunkkal Lilókát, és még mindig nagyon szereti rágni az ujjamat. Úgyhogy mielőtt teljesen megrágja az ujjamat, azelőtt induljunk el megtankolni az autót, de remélem azért látjátok, hogy mekkorát nőtt. Igen. Na jó, tényleg menjünk el megtankolni az autót, mielőtt megeszi az ujjamat. Ahogy a vágóképekből is láthattátok, megérkeztünk az Alpha City-be, úgyhogy gyorsan összetöbbjük a sátrat. A legnagyobb segítségünk itt az árnyékban Lilóka. És összedobtuk a sátrat, ilyen lett, úgyhogy most menjünk és nézzünk körbe, hogy milyen autók parkolnak itt Alpha City-ben. Ezt a Spider-t nézzétek, gyönyörű. Ez egy S2-es Spider, 1980-as évjárat, brutál milyen jól néz ki. Mellette ott egy Alfa Sud van, az is OT-s. A színe az a zöld annyira nem tetszik, viszont az 1.3-as boxert azért szívesen kipróbálnám, hogy milyen. Egy rövid időre álljunk meg ennél az Alfánál. Tavaly is itt az Oldtimer Alfa Romeo-knál ragadtam le, valamiért azok fogtak meg, akkor ugye a Junior Zagato volt az az autó, amit soha nem láttam, és sorgattam rá a nyálam, most pedig ez a 2000 Touring Spider 1959-ből. A tulajdonos Amerikában vette ezt az autót, 10 éve újította föl itt Magyarországon, 30 éve birtokolja az autót, és hát mondanom sem kell, hogy patika állapotban van, gyönyörűen néz ki ez az autó. Hát egyszer szeretném én is a Brerámot ilyen állapotban megőrizni, és egy OT rendszámot így ráaggatni, de ez már egy másik téma. Idén sem maradhatott el az úszás, mert tavaly itt az Alpha City-ben tanítottuk meg Lilókát úszni. És ahogy azt lehet látni, azóta is nagyon szereti a vizet. Ki az, aki először lát Alfa kisbuszt, akkor így kérdezem. Ugye? Nem vagyunk egyedül.
Ricsitől, nem tudom, be fog-e ez így gerjedni. Ezt fog meg, légy szíves. Köszönöm. Tartom neked a mikrofonot, gondold át, mit mondasz, barátom. Ezt is fogják. Igazából én már meggondoltam, volt rá, nem mondom ki, nagyon sok. Nagyon sok évünk, 10 fölött már ugye nem számoljuk. És... Rudi, ne haragudj, rúgjam ki a lábad. Még ne. Most jön a vallomás része, mindjárt megkönnyezem, barátom. Így van, kis szívem. Én is elront... Csináld, majd utána elmondom. Kis szívem. Ki akarja tudni a lábomat, úgyhogy ezt megelőzve. Van egy kérdésem számodra. Felteszem azért. Hozzám jössz feleségül? Igen. Hölgyeim és uraim! Alfa Romeo! De jó, hogy van ilyen, az Alfa City-n tombolán megnősülsz, férhez mész, nyertél egy férjet hozzá, parancsa, többi vacak is még az hozzá tartozik. De nem, most nem mész el, gyere, állj már ki, gyere, az uratnak visszaadom, vagyis hát a vőlegénynek visszaadnám. Hogy érzed most magad? Hát, nem gondoltam, hogy ennyi ember elég ki kell. Mit üzensz a várakozó leányoknak? Kitartást! Hajrá, Alfa City, ezt is megértük! Sok boldogságot kívánunk a Mátkapárnak! És ennyi lett volna ez a videó, nagyon szépen köszönöm, ha idáig megnéztétek, és hogyha tetszett ez a videó, akkor légy szíves, nyomjatok rá egy lájkot, csak Lilóka megeszi az ujjam, vagy iratkozzatok fel a csatornára, hamarosan találkozunk, addig is, sziasztok!